Jó estét kívánok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. 2022. november 14-e van, Önök a Kistérségi Televízió Szárszói stúdiójának műsorát látják. Mai adásunkban az iskolai híreket Kovács Brigitta és Zsombok Mira 8. osztályos tanulók tolmácsolják. Majd önkormányzati tájékoztatást hallanak. Várhegyi Gézát október 23-án alezredessé léptették elő. Minden szentek napján ökumenikus istentisztelet volt a temetőben. Mi is ott jártunk. Sok volt az érdeklődő az október 30-án szervezett mesetúrán. Új rendezvény volt Szárszón a Garázsvásár, ahova mindenki elvihette a már nem használt tárgyait. November 12-én a József Attila emlékházban a második mártonnapi Dínom Dánom is sok embert vonzott. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok, kérem, tartsanak velünk! Jó estét kívánunk! Köszöntjük a Szárszó TV nézőit! Szomorú megemlékezéssel kell kezdenünk e havi híreinket. Iskolánk dolgozói november 9-én vettek örök búcsút szeretett nyugdíjas kollégájuktól, Kemendi Istvánnétől. Az egykori tanítványokkal együtt örökké szívünkben él kedves mosolya. Nem feledik soha segítőkészségét, feltétlen gyermekszeretetét, példaértékű pedagógusi munkáját, élvezetes magyar óráit. Emlékét szeretettel őrzik iskolánk falai. Nyugodjon békében! A Szárszósuliban sok más iskolához hasonlóan az idén elmaradt az őszi szünet. A hosszú hétvége előtt halloweeni lázban égett a suli. A diák önkormányzat szervezésében szellemes délutánon vettek részt diákjaink, akik jelmezeikkel még átszellemültebbé tették azt. Iskolánk diák önkormányzatának tagjai látogattak el az alsós és felsős napközis csoportokba. Vidám perceket okoztak kvíz és találós kérdéseikkel. A hangulat az udvaron fokozódott, ahol a hagyománnyá vált cukorosztás sem maradt el. Számunkra nyolcadikasként a legfontosabb a továbbtanulásra való felkészülés. Magyarból és matematikából előkészítő foglalkozásokon veszünk részt, hiszen közeleg a központi írásbeli felvételi időpontja. A középiskolák október és november hónapban tartják a nyílt napokat, ahol bepillantást nyerhetünk a középsulis életbe, megismerkedhetünk az ott folyó képzéssel óralátogatásokon keresztül. A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium minden évben meghirdeti Arany János tehetséggondozó programját, amelyben volt diákjaink is felvételt nyertek az elmúlt évek során. Két 11-es egykori diákunk ellátogatott hozzánk, hogy megismertesse, népszerűsítse a programot a 8. évfolyamosok körében. Jó lehetőség volt első kézből információkat szerezni, többen is kedvet kaptak közülünk a programba való jelentkezéshez. A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjából látogatott el hozzánk két volt diákunk, jött el újra hozzánk, látogatott meg bennünket. A Táncsics a Dunántúl egyik legjobb gimnáziuma. Igen, igen, nehéz bekerülni. Nektek hogyan sikerült mégis ez? Hát az általános iskolában nagyon jó tanáraink voltak, nagyon szakosítottak, jól adták az anyagokat, és nagyon jól felkészítettek minket arra, hogy jól megírjuk a központi felvételi vizsgát, illetve ők ajánlották nekünk igazából ezt az iskolát, mert látták bennünk, hogy jók vagyunk. Tomi, és miért pont az Arany János tehetséggondozó program? Hát ugye nekem az osztályfőnököm ajánlott ezt a programot, és nekem nagyon megtetszett, mert hallottam róla ugye, jó, sok jó dolgot, és megtetszett.
Mi a jó benne? Mi mindent adott nektek az, hogy ebben a programban részt vesztek? Nagyon sok segítséget kapunk, mind tanulásban, mind mivel ugye hátrányos helyzetűeknek van ez a program, ezért vannak szociális támogatások, program hétvégék, például a kollégiumban lehet korrepetálásra menni, vagy bármi ilyesmi. Miben támogatnak még benneteket? Fizetik ugye a nyelvvizsgát, hogyha sikeresen átmegyünk rajta, a ugye a jogosítványt is fizetik, hogyha azon is átmegyünk elsőre. Tanulmányi munkában mennyire nehéz ez a suli? Mivel az egyik legjobb gimi a Dunántúlon? Hát elég nehéz is, azért kell tanulni, viszont hogyha folyamatosan tanuljuk az anyagot, és mindig átismételjük a dolgokat, akkor nem olyan nehéz. Oda kell tenni magatokat, magunkat, hogy azért elérjük azt az eredményt, amit szeretnénk. Amikor elkezdtétek, akkor nem volt nagy váltás? Nem gondolkodtatok azon, hogy úristen, lehet, hogy ez nekem nem fog menni? Hát ugye az első egy és két hétben gondolkoztam rajta, hogy váltsak iskolát, de utána naptól-naptól megtetszett nekem az egész, és hozzászoktam. Mi az, amit a legjobban szerettek benne? Hát nekem a kollégiumi élet, hogy kimehetünk két órát, két és fél órát, és abban az időben azt csinálunk igazából, amit szeretnénk, meg az, hogy megtanít minket a pénzt rendesen beosztani, meg nagyon jó barátokat szerezünk, és ilyenek. Hát nekem is szintén a kollégium, meg ugye az is, hogy nagyon-nagyon sok program van, és akárkitől tudunk segítséget kérni. Ez a segítség, ez miben nyilvánul meg? Hát vagy tanulásba, vagy bármilyen lelki problémád van, vagy bármi. A nyolcadikasok közül, aki szeretne ide jönni, kinek ajánljátok? Hát akinek vannak céljai, már így előre látja, vagy tudja, hogy valamibe tehetséges, jó, nyilván mindenki valamibe tehetséges, de aki tényleg tudja, hogy mondjuk jogra szeretne menni, akkor nagyon jó ez az iskola. Hogy érzitek, jól megálljátok a helyeteket? Szerintem egész jól megálljuk a helyünket ahhoz képest, hogy ahogy elindultunk az általános iskolából. Azt mondjátok, hogy az jön ide, aki tanulni szeretne, akinek céljai vannak. Nektek mik a távlati terveitek? Hát én jogot szeretnék tanulni, vagyis úgy jöttem ide, de most már igazából nem tudom. Viszont azt tudom, hogy szeretnék egyetemre menni mindenképpen. Én is jogot szerettem volna tanulni, amikor megérkeztem a programba, de ez ugye változott ebbe a három évbe, és inkább már biológiával szeretnék foglalkozni, és én is szeretnék egyetemre eljutni. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok nálunk, és nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakban. Köszönjük szépen! Iskolánk mindig fontosnak tartotta a környezettudatos gondolkodásra való nevelést, így ebben a tanévben ökomunkaközösség alakult, melynek kezdeményezései, programjai színesítik a suli mindennapjait. Az alsósok magaságyást és rovarhotelt építettek, valamint az iskola minden diákja bekapcsolódott a hagyományos gyűjtőakciókba, a papír és kesztenyegyűjtésbe. Az utolsó bejátszás előtt ismertetjük az elkövetkezendő időszak programjait. November 27-ével veszi kezdetét az adventi időszak. Szép hagyomány iskolánkban, hogy péntekenként együtt gyújtjuk meg a gyertyákat az iskola adventi koszorúján, közös verseléssel és énekléssel egybekötve. December 3-án kerül sor iskolánk szülői munkaközösségének szervezésében a hangulatos adventi jótékonysági vására a Szárszói piac téren 15 órai kezdettel. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A felső tagozatosok József Attila versmondó versenyét december 5-én rendezzük meg. Az alsósok is megcsillagtathatják tehetségüket a december 13-ai mesemondó versenyen. November 11-e Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a saját hagyományai, népszokásai.
Ez az ünnep a 40 napos böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett, sőt kötelező, mivel a régi mondás is így tartja. Márton napján, aki libát nem eszik, egész évben éhezik. Ezt a hagyományt megőrizve a József Attila Általános Iskola szülői munkaközössége az idei évben is megszervezte az iskola tanulóinak és pedagógusainak ezt a rendezvényt. A gyermekek lámpásaikkal az iskolától indultak, majd a közösségi tér udvarára érkeztek, ahol libazsíros kenyérrel, süteményekkel várták és kínálták őket a szülők. A lakoma után Jack Spenut tűzsonglőr látványos produkcióját nézték meg a gyermekek. A mártonnapi rendezvény képeivel búcsúzunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép estét és jó tévénézést kívánunk! Jár 100 liba egy sorba, mennek a nagy tóra. Megállnak, gágognak, gá, 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 ma sem megyünk világgá. Egyet léptek előre, egy, egyet léptek hátra, egy. Megállnak, gágognak, gá, 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 ma sem megyünk világgá. Kecskesen jár 100 liba egy sorba, mennek a torlóra. Megállnak, gágognak, gá, 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 ma sem megyünk világgá. Kettőt lépnek előre, egy, két, egyet lépnek hátra, egy. Megállnak, gágognak, gá, 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 ma sem megyünk világgá. Kecskesen jár 100 liba egy sorba, mennek a nagy tóra. Megállnak, gágognak, gá, 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 ma sem megyünk világgá. És most legugolnak, csücs, és most felpattannak, hopp. Megállnak, gágognak, gá, 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 ma sem megyünk világgá. Kecskesen jár 100 liba egy sorba, mennek a torlóra. A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola szülői munkaközössége idén második alkalommal nagy hittel és lelkesedéssel készült a mártonnapi rendezvényére. A célunk most is elsősorban az volt, hogy iskolán kívüli, de együtt közösen átélt pozitív élménygyűjtést szervezzünk az iskolán tanulóinak és pedagógusainak. Második célként a mártonnapi hagyomány megőrzése és a továbbadása a gyermekeinknek. Azt el szeretném mondani, hogy a szülői munkaközösség anyagi bevételi forrásai sajnos az elmúlt két évben elmaradtak, ilyen, hogy nagyobb tömeget érintő megmozdulások, bálok, rendezvények. Így a hitünk és a lelkesedésünk elsőre kevésnek bizonyult érdekes program megvalósításához. A tavalyi tábortűző helyett idén szerettünk volna valami különleges élményt a mártonnapi lakoma elfogyasztása mellé. A lakomához a szülők segítségét, felajánlásaikat kértük. Az osztályokban lévő szülői munkaközösségi tagok feladata volt motiválni a többi szülőt. Büszkén mondhatom, ahogy az asztalokon így végignézek, hogy igen, sikerült, a motiváció célba ért. Hiszen finomabbnál finomabb édes és sós sütemények érkeztek a rendezvény helyszínére, és nem is akármilyen mennyiségben. A különleges élmény felmerülése kapcsán Jack Spenót tűzsonglőrre esett a választásunk.
Németh Klaudia, a közösségi tér vezetője segített nekünk ebben, mivel ő már régebbi kapcsolatban volt az előadóval, hiszen a nyári programok egyik főszereplője évek óta Jack Spenót. Így kedvezményes árat kaptunk, aminek nagyon örültünk, viszont ehhez a kedvezményes árhoz is kellett támogatót felkeresnünk. Fekete János polgármester urat kerestem fel ezzel kapcsolatban elsőként, és az ő válasza egy nagy és határozott igen volt. Így valósulhatott meg a Tűzzsonglőr produkciója a gyermekek és a felnőttek nagy örömére. A rendezvényen a feldíszített asztalokra adománydobozokat helyeztünk ki, ezzel is lehetőséget adva az elfogyasztott étel-ital megelégedésének kifejezése jeléül. Ezzel az adományozási lehetőséggel idén sokan éltek, így hála Istennek és büszkén elmondhatom, hogy a dobozokba 146 ezer forint gyűlt össze, amit reményeink és tudásunk szerint a leghasznosabban fogunk elkölteni iskolánk gyermekeire. Úgy gondolom, ez a rendezvény megint bebizonyította az összefogás erejét. Azt hiszem, ismét bebizonyosodott, hogy még ebben a viharvert világban is együtt lenni jó, és együtt tenni a közösségért, gyermekekért nagyszerű dolog, ami örömmel tölt el mindannyiunkat. Bízom benne, hogy minden résztvevő pozitív élménnyel feltöltődve tért haza a rendezvényről, és jó szívvel gondol vissza majd erre az estére. Hatalmas köszönet szülőknek, nagyszülőknek, anyáknak, nagymamáknak, akik készítették idejüket nem sajnálva rengeteg sok süteményt. Fekete János polgármester úrnak és Balatonszárszó önkormányzatának köszönjük a támogatást. Bán Istvánnak köszönjük a szalmabálákat, Szemelsi Pékségnek a felajánlott kenyeret, Rózsás Elemér Szólát polgármesterének üdítők felajánlását. Csizmás Arnoldnak és Horváth Anitának köszönjük szörpöket, üdítőket. És én, mint a szülői munkaközösség elnökeként köszönöm a szülői munkaközösség aktív tagjainak a segítségét, akik a rendezvény elő- és utómunkáiban maximálisan kivették a részüket. Thank you.
lakossági tájékoztató energiatakarékossági intézkedések bevezetéséről. Tisztelt Balatonszárszói lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonszárszó Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete tekintettel az önkormányzatot is érintő energiaválságra a 175/2022. számú határozatában Balatonszárszó Nagyközség önkormányzata intézményeinek földgáz és villamos energia felhasználásával kapcsolatban az alábbiakról döntött. A Balatonszárszói József Attila közösségi tér 2022. november 14. napjától bezárásra kerül. A vizes helyiségekben történő kármegelőzés érdekében az intézményben a fagymentesítésre alkalmas fűtési hőmérsékletet kell biztosítani. A könyvtár 2022. november 14. napjától részleges bezárásra kerül. Az intézmény heti 3 napon egy-egy óra időtartamban, összesen heti 3 órában tart nyitva, vagy délelőtti, vagy délutáni és egy szombat délelőtti alkalommal. A pontos nyitvatartásról a képviselőtestület a későbbiekben tájékoztatja majd a lakosságot. A vizes helyiségekben történő kármegelőzés érdekében az intézményben a fagymentesítésre alkalmas fűtési hőmérsékletet kell biztosítani. A József Attila Emlékház 2022. november 14. napjától bezárásra kerül. Az emlékházban található kiállítási tárgyak állagmegőrzése érdekében a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkárság múzeumi főosztály tájékoztatásának megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. A József Attila Emlékház udvarán található apartmanok 2022. november 14. napjától bezárásra kerülnek. A vizes helyiségekben történő kármegelőzés érdekében az apartmanokban a fagymentesítésre alkalmas fűtési hőmérsékletet kell biztosítani. A sportöltöző és a régi sportöltöző épületek 2022. november 14. napjától bezárásra kerülnek. A vizes helyiségekben történő kármegelőzési érdekében az épületekben a fagymentesítésre alkalmas fűtési hőmérsékletet biztosítani kell. Az egészségházban a rendelési időben és azon kívül biztosítandó fűtési hőmérséklet, illetve a fűtési alternatívák meghatározásával kapcsolatban a képviselőtestület az ülést követő 15 napon belül egyeztetést kezdeményez az egészségügyi ellátást biztosító személyekkel, szervezetekkel. A képviselőtestület az egyeztetés eredményének ismeretében dönt a tovább szükséges intézkedésekről. A Balatonszárszói Százszor Szép Óvoda és Mini Bölcsöde intézményre vonatkozóan javasolja a képviselőtestület a Balatonszárszói Óvoda Fenntartó Társulásnak, hogy az óvoda és régi bölcsöde épületében vizsgáltassa felül az épület villamos hálózata teherbíró képességét arra vonatkozóan, hogy elektromos árammal működő fűtőtestekkel megoldható-e az épület fűtése. A Balatonszárszói Közös Önkormányzat Hivatalban a képviselőtestület elrendeli az épület villamos hálózata teherbíró képességének felülvizsgálatát arra vonatkozóan, hogy elektromos árammal működő fűtőtestekkel megoldható-e az épület fűtése. Amennyiben ez a hálózat megfelelő, az elektromos fűtőpanelek elhelyezésére a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fűtőtestek beszerzésére és felszereltetésére. A fentieken túl a képviselőtestület a hivatal első és második irodák előtti szakaszon folyosó lezárásáról dönt, továbbá a polgármesteri iroda aula felőli falát hőszigeteléssel láttatja el. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés haladéktalanul történő megrendelésére. A Szoládi utcai telephelyen 2022. november 14. napjától az irodában és a melegedőben plusz 19 fok hőmérsékletet kell biztosítani. A műhelyben meg kell vizsgálni a fatüzelésű kályha elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben ez lehetséges, a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fatüzelésű kályha beszerzésére, a műhelyben plusz 15 fok hőmérsékletet kell biztosítani.
a Szemesi utca 3 szám alatt található nyugdíjas klubot, a bezárások nem érintik, a civil szervezetek összejöveteleket Német Klaudia közművelődésű szakemberrel történő előzetes egyeztés alapján ebben a helyiségben tudják megtartani. A használat ideje alatt a hőmérséklet nem haladhatja meg a plusz 19 fok hőmérsékletet, használaton kívül a fagymentesítésre alkalmas fűtési hőmérsékletet kell biztosítani. A rendvédelmi szervek állományában hosszú időn keresztül nyújtott kiemelkedő tevékenységért nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából Várhegyi Géza nyugalmazott rendőr őrnagyot, az országos rendőrfőkapitány soron kívül nyugalmazott rendőr alezredessé léptette elő. Géza bácsinak sok szeretettel gratulálunk, további nagyon jó egészséget kívánunk. A Minden Szentek vagy Minden Szentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én tart. Az ünnep 741-ben harmadik Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. A hagyomány szerint egyetemes ünneppé negyedik Gergely pápa tette. Szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak Minden Szentek napján, illetve a halottak napján. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. Nálunk Balatonszárszón már hagyomány, hogy Minden Szentek napján ökumenikus istentiszteletet tart a katolikus, református és az evangélikus egyház. Erős Várami Istenünk, áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, kedves emlékezők, nagy öröm számunkra, amikor Minden Szentek ünnepén a halottakra is emlékezvén, akik itt a temetőnkben nyugszanak, és minden elhunytra emlékezünk, közösen tudunk imádkozni, közösen hallgathatjuk Isten szavát, igéjét, mely különös módon is szól hozzánk itt a temetőben, Balatonszárszón, vagy bárhol is járunk az országban, a környéken, mert hiszen úgy jövünk ide a temetőbe, mint megszentelt helyre, és azért fontos a temető, mert itt nyugszanak az elhunytak, a falu lakói, akik voltak, vagy ide temetkeztek. Jó ide kijönni és megemlékezni róluk, katolikus hitünk szerint imádkozni értük. Jó lenni, jó itt lenni, hogy valóban majd a feltámadáskor, hiszen azt mondjuk, hiszem a test feltámadását és az örök életet, várjuk azt, hogy akik itt nyugszanak, azok feltámadnak az örök életre, majd velünk együtt. Így emlékezünk, és így hallgatjuk Isten szavát, és így imádkozunk ezen a mai szép napon, amikor is az Úrral töltjük ezt az időt, és így emlékezünk az elhunytakra is. A Szentírásban, János evangéliumában, az 5. fejezetben ezt olvashatjuk. Bizony, bizony, mondom nektek, aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van. És nem ítéletre jut, hanem átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek, eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Mert amint az atyának élete van önmagában, a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott neki,
hogy ítéletet tartson, mivel ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, eljön az óra, amikor mindnyájan, akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, az életre támadnak, akik pedig rosszat tettek, az ítélet feltámadására. Közös imádságunk alkalmával kiosztottunk lapokat, amelyen megtalálhatók az énekek. Kérem, hogy próbáljunk meg közösen bekapcsolódni, aki ismeri az énekeket, és próbáljuk megismerni azokat, és az első éneket, Jézusomnak szívén megnyugodni jó, közösen énekeljük, imádkozzuk most. Jézusomnak szívén megnyugodni jó, elmerülni benned, csendes, tiszta tó, fölé botol bajtól, szíved enyhülést ad, te nálad lelkünk megpihen, kísírva sítvégad. Jézusom szent szívét láncsad öfte át, megnyitotta nékünk drága oldalát. Szent szívébe rejtve tőli minden bűnünk, a szenvedés ott nem sajog, ő benne örülünk. Aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van. Kedves testvérek, Jézus azt mondja, hogy a feltámadás nem csak az utolsó napra vonatkozik, nem csak várjuk, hogy az elhunytak életre keljenek, hogy Isten újjáteremtsen mindent, hanem már most is megtörténik a feltámadás. Aki az én igémet hallgatja, mondja Jézus. Aki hisz annak, aki engem küldött, tehát az atyának, annak örök élete van. És már átment a halálból az életbe. Hiszen, hogyha meghalunk a bűnnek, ha Istennek élünk, ha meg tudjuk változtatni az életünket az Úr segítségével, akkor már most megtapasztalhatjuk a halálból való feltámadást. Tudjuk, hogy a bűn az halált eredményez. Sokan vannak, akik fizikailag élnek, de lelkileg már halottak, vagy még halottak. Jézus azért jött, hogy feltámasszon bennünket a bűneinkből, azért jött, hogy új életet adjon nekünk, és hogyha ezt az új életet éljük, akkor bizton reméljük, hogyha meghalunk is, Istennek halunk meg, és már átmentünk most a halálból az életbe, mert a jót tesszük, szeretjük Istent és embertársainkat, már most megtapasztalhatjuk a feltámadást, és ezt az új életet élhetjük itt a földön is, Isten gyermekeiként és a mennyei örökség reményében. Ezt az életet éljük, és bizton reméljük, hogy ha meghalunk is, az Úrral együtt leszünk, és azt, amit itt előkészítettünk, hogy már föltámadtunk Krisztussal, ezt élvezhetjük örökre. Így legyen, és ezt kívánjuk magunknak is, és szeretteinknek is. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. A zsoltáros így tanít bennünket. Urunk, taníts úgy számlálunk napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk. Íme arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. Mindenható örök Isten, feltámasztottad egyszülött fiadat a halálból, hogy ne úgy szomorkodjunk az elhunytakért, mintha nem volna reménységünk. Erősíts minket szent lelkeddel, hogy neked éljünk, és minden elhunyt hívővel együtt eljussunk az örök életre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. A kiosztott éneknek a második énekét énekeljük, 369-es énekünk első, második és hatodik verszakát. Jézus, én bizodalmam, örök életre vezérem. Ő benne van nyugalmam, mert vele azt minden érem. Ami itt vigasztalhat, s holtomban boldogíthat. Jézus üdvözítőm él, vele együtt én is élek. Szebb hozzám van Istennél, miért csüggetnél bágyott lélek? Híve itt ő nem hagyja, sőt, mint magához vonja. Hívek a ma szép hazát, már e földön keressétek. Az üdv hajnal csillagát, már e testben kövessétek. Ahol a ti kincsetek, ott legyen a szívetek. Hallgassák meg a kedves testvérek Istennek örök igéjét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amellyel tanítani és vigasztalni szeretne bennünket. Jeremiás síralmai könyvéből 3. fejezet 26. versét olvasom. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Kedves emlékező testvérek, hozzátartozók, a csend és a várakozás nem éppen a legkedvesebb szavunk, vagy a legismertebb szavunk, a csend még csak a hagyján, de a várakozás a mai felgyorsult világban nem mindenkinek szimpatikus, és nem mindenkinek megy könnyen, nehéz a várakozás. Pedig a Biblia emberei tudtak várni Isten igéjére, Isten tanítására, Isten örök útmutatására. Az egész vallás alapvetően várakozásra épült. A történetek felvázolásánál kiderül, hogy egy-egy fordulat között akár évtized is eltelhetett. A másik élmény, Isten segítsége, Isten szabadítása mindig akkor jött, amikor kellett, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Van is erre egy megfelelő görög szó, a kairosz, az idők teljességében. Az egész mögött ott a rettenet, megborzongunk most, hogy emlékezünk az előrementekre, mi magunk is megborzongunk talán azon, hogy nem perege túl gyorsan az életünk, és jókor jön-e, vagy jön-e a szabadulás. Pedig ahogy visszanézünk a mögöttünk lévő időkre, vagy a mögöttünk lévő próbákra, meg kell vallanunk,
és be kell ismernünk meghatottan, hogy Isten méri ki az életünket, Isten nem késik és nem siet. Emiatt lehet teljes az életünk, mindegyikünké, akármeddig is tart. Mi most nem konkrét temetésre érkeztünk, hanem emlékezni. Emlékezni azokra a szeretteinkre, akik közeli vagy távoli hozzátartozók voltak. A meggyújtott gyertyák, a mécsesek mind azt mutatják, hogy az élet fogy. A gyertya egyik szimbóluma, hogy az élet fogy. Ahogyan fogy a viasz, csökken a gyertya élete. A mi életünk is úgy fogy, és közeledünk a végső cél felé. Memento mori, mondták a rómaiak, ami azt jelenti, gondolj a halálodra, de ugyanakkor azt is mondták, hogy carpe diem, azaz élj a mának. Ami lehet, hogy furcsán hangzik egy halottak napi temetői megemlékezésen, de hiszem, kedves testvéreim, akik most ide eljöttünk ökumenikus közösségben, hogy egyetértenek velem, és megértik azt az üzenetet, nem az élet léha élvezetére buzdít bennünket ez a felszólítás, hanem sokkal inkább arra, egy olyan lelkületre próbál bennünket tanítani, ami azt mutatja, hogy használjuk ki az élet adta lehetőségeket. Azt, hogy ne sajnáljuk később sem, hogyha valamit elmulasztottunk, akik már nincsenek közöttünk, azokkal itt a temetőben, de akik még élnek, azokkal használjuk ki itt a találkozásainkat, mert nem tudjuk, hogy mennyi adatik. A gyertya másik szimbóluma pedig Krisztus élete, ahogyan ő a világ világossága volt, és ezt mondta magáról, úgy emlékezhetünk most az ő áldozatára, hiszen önmagát elégetve fényt ad, önmagát elégetve életet ad. Erre az áldozatra emlékeztethetjük magunkat ebben a mécsesekkel és gyertyákkal teli szárszói temetőben is. Arra az áldozatra, amit Jézus tett, szeretetből értünk mindannyiunkért, elhunyt testvéreinkért is, és értünk is. Adja Isten, hogy ez az áldozata ne vesszen rajtunk kárba. Imádkozzunk. Istenünk, aki arra tanítottál apostolaid által, hogy ne szomorkodjunk és ne bánkódjunk az elhunytak miatt, add nekünk kegyelmesen, ha Jézus eljön ítéletre, minden elhunyt keresztényel együtt bejussunk az örök örömbe. Jézus Krisztus Urunk, a te fiad által, aki veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik, örökkön örökké. Mondjuk el együtt, valljuk meg hitünket, az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ami segítségünk és egyedüli vigasztalásunk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, emlékező szívű közösség, Isten vigasztaló igéjét olvasom közöttetek, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből, a 4. rész 13. versétől a 18. versel bezárólag a következőképpen. Nem szeretném, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől,
és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk néktek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szavai és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ámen. Gyászoló testvéreim, emlékező szívű közösség, a mai napon szomorúan megrendülve, fájdalmakkal állunk meg szeretteink sírja mellett, és felidézzük az ő életüket, mindazt, amit értünk, tettek, amivel hálásak vagyunk ő érettük, a mindenható Istennek. De ez az alkalom nem csak az emlékezésről szól, hanem sokkal inkább az élet igéjéről. Az élő Jézus Krisztusról, aki azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. Az az ige, amelyet közöttetek, drága testvéreim, felolvastam, egy nagyon fontos kérdést feszeget, és jó, hogyha ezt a kérdést mindannyian önmagunknak meg tudjuk válaszolni. Ez a kérdés így hangzik, van-e reménységed? Miben bízol? Kibe kapaszkodsz? Hogyan tekintesz az eljövendő felé? Mert emberileg adhatunk sokfajta választ, de én azt gondolom, hogy a halállal szemben, az elmúlással szemben, amikor megtapasztaljuk azt, hogy elragadja könyörtelenül tőlünk szeretteinket, és egyszer majd mi magunkat is elragad, emberileg minden válasz kevés és elégtelen. Ám felhangzik az ige. És ez az alkalom most arról szól, drága testvéreim, hogy tudjunk így megállni, és bár fáj a szívünk, és ott van a lelkünkben a sok-sok fájdalom, de az apostol arról beszél, hogy ne úgy szomorkodjunk, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ez a mai nap arról is szól, hogy meg tudunk állni, és meg akarunk állni. Az emberek itt is, körülöttünk is jönnek, mennek, tele vannak saját gondolataikkal, saját fájdalmaikkal, emlékeikkel, de vajon képesek vagyunk-e, készek vagyunk-e egy pillanatra megállni, és félretenni a mi saját gondolatainkat, és arra az igére figyelni, amely valóban az egyedüli remény számunkra. Arra az igére, amely valóban a legnagyobb hatalom az elmúlással és a halállal szemben. Drága testvérem, hogyan jöttél ide? Szomorkodni, bánkódni, gyászolni, vagy pedig engedni azt, hogy Isten ebben a szomorú pillanatban is megtöltse a te szívedet az élet igéjével. Fel kell tennünk tehát magunknak mindenkor ezt az örök kérdést, hogy van-e reménységünk. Ne olyan reménységünk legyen, mint amilyen a világnak van, azt mondja az ige. Kálvin János ezzel kapcsolatban azt írja, mert mi másból fakad a hitetlenek határtalan gyásza, ha nem abból, hogy egyáltalán nem ismerik a feltámadás reménységét.
Isten igéje azért hangzik felénk, most is, és az Isten tiszteleteken is, a miséken is, hogy megismerjük mi is a feltámadás reménységét, amely egyedül az élő Jézus Krisztusban van. Ő arra a garancia, ha lehet így mondani, hogy Isten előhozza azokat, akik elaludtak Jézus Krisztus által vele együtt. Van feltámadás, van örök élet, de van-e meggyőződésed, hited ezek felől? Adja meg a mindenható Úr, hogy az emlékezés napján, ezekben a szomorú pillanatokban, a szívünk fájdalma mellett tudjunk így reménységgel tekinteni az életünk eljövendő napjaira, éveire, és kérjük a mindenható Istent, hogy ő erősítsen meg bennünket abban a hitben, amely soha el nem múlik. Ez a világ mindenestől elmúlik egyszer velünk együtt, de Isten igéje örökre megmarad. Amen. Gyászoló testvéreim, emlékező közösség, Isten tiszteletünk végén, a közös áldás előtt még énekeljük el a lapról, református énekeskönyvünkből, az új református énekeskönyvből a 747. énekünket, mindkét versével, siessetek, hamar lejár. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életed, ma még ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne vágy tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Áldjon meg titeket a minden vigasztalás Istene, aki kimondhatatlan jóságával megteremtette az embert, és egyszülöttje feltámadásában megadta a benne hívőknek a feltámadás reményét. Amen. Nekünk élőknek adja meg bűneink bocsánatát, a megholtaknak pedig adja meg a világosság és a béke otthonát. Amen. Adja meg, hogy mindannyian vég nélkül boldogan éljünk Krisztussal, akiről igazán hisszük, hogy feltámadt a halálból. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség, az Úr legyen mindannyiunk életének őriző pásztora. Zárta őszhaját, ahogy a régi nagymamák,
s ha látta, apánk nem figyel. Esténként súgva kezdte el, tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó, csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég magas, csak hadd mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők a repülők, a szívük jég.
várakozáson felüli érdeklődő számára vált felejthetetlenné az október 30-i Szárszói mesetúra, amelyet az Ütős Szárszóért Alapítvány és a Családosok civil szervezete rendezett, közel 70 térkép került kiosztásra, ami ugyanennyi csapatot jelentett. Igazi közösségépítő este volt. Baráti társaságok, családok kutatták az állomáshelyeket, és oldották meg Csukás Istvánhoz, József Attilához és Balatonszárszóhoz köthető furfangos és könnyed feladatokat. A túrát követően meleg teával, forralt borral és zsíros kenyérrel frissültek fel a résztvevők. A gyerekek pedig estig táncolhattak a mókás játékokkal tarkított tini diszkóban. Szeretettel köszöntünk mindenkit mai rendezvényünkön. Mesetúra névvel találtunk ki egy rendezvényt. A Családosok Szárszóért civil szervezete és az Ütős Szárszóért Alapítvány fogott össze, és együtt csináltuk meg ezt a mai szuper Halloween mesetúránkat. Először is köszönetet szeretnénk mondani. Igaz, nem kértünk, de rengeteg felajánlást kaptunk a mai napra. A Szemesi Pékségnek köszönjük szépen a kenyereket, a rengeteg házi zsírt, a hagymát, az üdítőket, a bort és a rengeteg édességet, amit kaptunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a felajánlását. Az idei, egyben még csak az első mesetúra, arról szólt tulajdonképpen, hogy itt a közösségi térben találkoztunk. Képzeljétek el, hogy 70 darab térképet kellett nyomtatni, ahol a 4 darab állomáshely volt feltüntetve. A gyerekek és a felnőttek is, családok, társaságok, baráti társaságok pedig élvezettel próbálták meg kitalálni, hogy melyik állomáshely hol van. Mindegyik megálló helyen várták már őket különböző feladatokkal. Az első megálló hely Csukás István köré csoportosult, mind aktivitásban, mind egyébként különböző kulturális jellegű kérdésekben. A második megállóhely, amit egy rejtvény keretében fejtettek meg, az Balatonszárszóról szólt már. A harmadik megálló, illetve a negyedik megálló pedig a focipálya melletti játszótéren volt, és ez pedig József Attiláról szólt, játékos formában, részben a neveiből anagrammát kellett kitenni, részben pedig nagyon érdekes sorokat kellett felismerni az életéből és a verseiből. És az egész menet, az egész túraútvonal pedig fel volt díszítve különböző fényekkel és jelmezes figurákkal. Amikor visszaértek ide, apróságokat, kis kedves ajándékokat kaptak, forró teával, zsíros kenyérrel, a felnőtteket pedig forralt borral vártuk. Bennünket is meglepett az egyébként, hogy mennyire sok csapat jelentkezett, és a Szárszón kívül még a Kiskunhalasról is, és a környező településekről is nagyon sokan érkeztek. Úgyhogy köszönjük ennek a 70 csapatnak, hogy részt vettek a mai eseményen, és a Tini diszkóval pedig zárjuk ezt a mai estét, amit láthatóan nagyon élveznek a gyerekek, és vezetik le a maradék energiáikat. Jövőre pedig folytatjuk. Szeretnélek akkor benneteket megkérdezni, hogy nektek melyik kérdés és melyik állomás tetszett a legjobban? Nekem a horog melletti feladatból állomás volt a kedvencem, és azért, mert egy kérdést ott csak én, mert mondták nekem, hogy ott csak én tudtam megválaszolni egyedül egy kérdést. Te is elmondod nekünk, hogy neked mi tetszett azon az állomáson a legjobban? A horogkörnél, az nagyon tetszett nekem, hát ugyanaz, mint a Dorcina. Bár nagyon ügyesek voltatok, gratulálunk nektek, hogy végigcsináltátok a feladatokat, ügyesek vagytok. Fiúk, titeket is szeretnélek megkérdezni, hogy nektek melyik állomás és melyik feladat tetszett a legjobban? Nekünk a második állomás tetszett a legjobban, azért, és abból az activity is volt a legjobb. Amiatt az activity is volt szerintem a legjobb, mert ott a csapatra lehetett számítani, meg csapatmunka volt.
Te is elmondod, hogy neked mi tetszett ott a legjobban? Az activity, nekem is az activity is tetszett a legjobban. Elmondjátok, hogy miből állt ez az activity, vagy mi volt ez a feladat? Mi volt ennek a feladatnak a lényege? Kettő tasakból kiválasztottál az egyiket, és az egyikben volt valami, amit imitálni kellett a Csukás István meséiből. Én az elsőt húztam ki, és abból a hohorgász kellett, és akkor csapatmunkával kellett megmutatni. Jó, nagyon ügyesek vagytok, gratulálok nektek, hogy végigcsináltátok a feladatokat, nagyon ügyesek voltatok. Honnan érkeztetek? Pilisvörösváriak vagyunk, de Balatonszárszón van egy nyaralunk, és itt vagyunk télen meg mindig. Nagyon örülünk neki, ügyesek vagytok, főleg úgy, hogy nem helyiek vagytok, és így is tudtátok a kérdéseket, és eltaláltatok mindenhová. Gratulálok! Lányok, elmondjátok nekünk, hogy melyik állomás, milyen feladatok tetszettek nektek a legjobban? Nekünk a harmadik állomás tetszett a legjobban, amikor az utcákat kérdezték, hát milyen utcák vannak Szárszón. És akkor fel tudtátok sorolni a szárszói utcákat? Uh-huh, nagyon szuper, nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Nekem tetszett, mitől lett Szárszó, de már elfelejtettem, hogy mitől. Úgy szólt a kérdés, hogy miből lett Szárszó. Száraz a szó? Nagyon-nagyon ügyes vagy. Lányok, nagyon ügyesek voltatok, gratulálunk nektek is. Na, sziasztok! Most érkeztetek be. Mind a négy állomáson végig jártatok? Igen! Megtaláltátok mind a négy betűt? Igen! És mit adott ki a betű? Süsü! És tudjátok, hogy ki az a süsü? A sárkány, egyfajú sárkány. Pontosan, és Csukás István írta azt a mesét. Megmutatjátok a betűket, amit megkaptatok? Nagyon ügyesek vagytok, akkor mindenki vehet is egy nagyon finom gumicukrot, és utána pedig forró teát, jó? Nagyon ügyesek voltatok. Sziasztok! Lehet, hogy még Balatonszárszói rendezvényen nem sűrűn találkoztunk. Jól tudom, hova valósiak vagytok? Igen, még nem volt szerencsénk egymáshoz, Köröshegyről érkeztünk a rendezvényre. Mi pedig Balatonszemesről, de mi már voltunk más rendezvényen is, ugyancsak ritkán, de voltunk. És hol hallottatok erről a rendezvényről, erre a szárszói mesetúráról, és mi hozott ide titeket? Tegnap a földvári denevérvadászaton hallottuk, és így kerültünk ide, és a holnapit is tervezzük, a Halloween cukorka gyűjtést, igen. Mi pedig a kislányom Ovis barátnőjének az anyukájától. Ő hívott minket, hogy mi is jöjjünk. És ezek szerint ti is akartatok jönni, ugye? Igen. És melyik állomás tetszett neked a legjobban? Az utolsó. Igen, szavakat kellett kirakni betűkből, és az volt nekik a legérdekesebb. És neked melyik volt a kedvenc játékod? A harmadik, mikor az utcákat. Az utca neveket kérdeztek, és összességében mit vártok még a mai estétől, mert még egy hatalmas buli előtt állunk, mindjárt kezdődik a Tini Diszkó, itt maradtok-e és mit vártok tőle? Igen, tervezünk maradni, meglátjuk, reméljük jó lesz. Mi egy kicsit, nem sokára megy a vonatunk, de a zsíros kenyeret várta a legjobban a fiatal úr. Örülünk! Mentünk más bulikra, és nem jutott nekem, pedig volt akkor is, és most itt van. És jutott! Szia, szeretnélek megkérdezni, hogy honnan értesültetek az eseményünkről, mivel tudom, hogy ti nem szárszóiak vagytok, és mondd el, légy szíves, azt is, hogy honnan érkeztetek. Szia, mi Kiskunhalasról érkeztünk, pár napot Siófokon töltünk, és célirányosan néztünk programokat a gyerekeknek, hogy hol tudnánk eltölteni a következő napokat. Tegnap Fűzfőn voltunk, ma pedig Szárszót szemeltük ki, mint érdekes programnak. Nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok. Mondd el, kérlek, azt is, hogy sikeresen végig tudtatok-e menni akkor úgy az állomásokon, a térkép alapján, úgyhogy ti nem vagytok helyiek, és nem ismeritek egyáltalán a környéket.
Igen, mi voltunk az első csapat, akik indultak, úgyhogy mi érkeztünk be elsőként. Abszolút nagyon tetszettek a programok, úgyhogy nyáron is vissza fogunk érkezni ide célirányosan, és nagyon jók voltak a kérdések. Hát sziasztok, ebben a pillanatban érkeztetek be a négy állomásos mesetúráról. Meséljetek, melyik állomáshely feladata volt a legérdekesebb? Hát szerintem az első, mert ugye ott kellett a Süsűnek, sárkánynak egy sorát elénekelni, és az izgalmas volt. És neked melyik tetszett a legjobban? Nekem a focipályás. Mesélj, hogy melyik feladat? Azért, mert amikor a betűket kellett összerakni, ott szó legyen. És te milyen szót találtál ki József Attila betűiből? Fa. Nagyon ügyes vagy. És neked melyik állomás feladata tetszett legjobban? Nekem is a focipályás, és ugyanaz, ami a Márknak. És te milyen szót tudtál kirakni? Tiszt. Nagyon ügyesek vagytok, jó hosszú szó. Hát azt hiszem, hogy gratulálhatok nektek, mert nagyon jó csapat voltatok, és nagyon gyorsan visszaértetek. Jövőre találkozunk ugyanezen a rendezvényen? Nem, szerintem igen. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Hát nagyon büszkék lehetünk a gyerekekre. Én úgy gondolom, hogy egy olyan hagyományt teremtettünk be ezzel a programsorozattal, amire méltán lehetünk büszkék, illetve Csukás István is nagyon büszke lehetne. A mi állomás helyünkön leginkább a Mesék Birodalmában voltunk. A gyerekeknek több Csukás István mese címet kellett elmondaniuk, idézeteket kellett elmondaniuk, dalolniuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült rendezvény lett, és reméljük, hogy a jövőben is nagyon sok gyermeket vendégül láthatunk még. Igazából a kérdések két József Attilával kapcsolatos kérdés volt. Az egyik, hogy a Balatonparton milyen emlékmű található, a másik pedig, hogy hol van József Attila szobra, hol található. A harmadik kérdésünk, azok József Attila betűiből volt szavakat, értelmes szavakat kellett összerakni. Ahogy megkérdeztük a gyerekeket, azt mondták, hogy ezt a fajta játékot nagyon élvezték. Mi voltunk a harmadik megálló a Szárszó közepénél, a Gyulai Páros a Sport utca sarkánál. Mi Szárszó, régi Szárszónál, Szárszóról kérdeztünk. Például olyanokat, hogy mi honnan ered, miből Szárszó eredeti neve. A kisgyerekek is egész jól válaszoltak, tudták minden. Voltak a szomszédos települések, ugye például Balatonföldvár, Szólád, meg Balatonőszöd. Tudtak erre válaszolni gyerekek, de voltak igazából fogós kérdések is, de mindet meg tudták válaszolni igazából. Végül volt három utca, Balaton Szárszóról kellett három utcát felsorolni, és mindent igazából tudtak. Igen, jól éreztük magunkat, és szerintem a kisgyerekek is nagyon élvezték. Az Ütős Szárszóért Alapítvány egyik fő célkitűzése, hogy élhető helyi közösséget építsen. Másik célja pedig a környezetünk védelme. Ennek a kettőnek az ötvözete miatt jött létre november 13-án az a garázsvásár,
ahova mindenki elhozhatta már nem használt tárgyait, amit így nem kell kidobni. Ez másnak értékes lehet, és kedvező áron vagy akár csere útján örömet szerezhettek egymásnak. Terveik szerint ezt a bőrzét évente több alkalommal meg fogják szervezni. Szeretettel köszöntök mindenkit a képernyők előtt, és az itt megjelenteket is. Ha körülnézünk a Balatonszászói művelődési házban, akkor látjuk, hogy telt ház van. Azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy teljes siker, mégpedig azért, mert az Ütőszászói Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása úgy tűnik, hogy jó úton halad. Tekintettel arra, hogy a Balatonszászói közösség megtartó ereje, az emberek közötti szolidaritást mindenképpen jól szolgálja egy kellemes vasárnap délelőtti program, ahol az emberek meleg tea, egy kis harapnivaló mellett az értékes, számukra fontos emlékektől úgy vesznek búcsút egy garázsvásárban, hogy közben egymással beszélgetve, közösséget formálva, szórakozásképpen megvalósítják az egyéni céljaikat is, és egyúttal a közös célokat is. Az Ütőszászói Alapítványnak ez a célkitűzése éppen azért, hogy a szászói közösség, mint említettem, megvalósítsa a kohéziós céljait, összefogással, egymás iránti tisztelet, a kapcsolattartás és a megtartó erő az fokozottabb legyen. Ennek a garázsvásárnak a célja az, hogy mindazon szászóiak többnyire, vagy a környékbeliek, akik a használt dolgaikat, ruháikat, csecsebecséiket, gyerekek játékait, kinőtt dolgokat értékesíteni szeretnék, azok itt ezt megtehetik, és ugyanezen a helyen azok, akik jutányosabb áron, értékes, már boltokban nem található, használt, vagy kevésbé használt áruhoz szeretnének hozzájutni, azt itt szintén megtehetik. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét, aki ennek a létrehozásában részt vett. Kiemelném Pál Noémi segítségét és Nagy Rebekájét, de egy nagy összefogásnak az eredménye mindez is. Elnézést kérek mindazoktól, akiket nem említek meg. Ezt azért teszem, hogy nehogy véletlenül kihagyjak valakit. Természetesen egy ilyen sikeres összefogásnak, egy ilyen sikeres programnak az eredménye, az csak is összefogás eredményeként lehetséges. Örülök, hogy telt ház van, és szeretettel várunk a későbbiekben, a továbbiakban is mindenkit az Ütőszászói Alapítvány további rendezvényein. Ez, ha jól számolom, immár a 20. sikeres rendezvény, és ez jól példázza azt a szeretetet, összefogást, ami a szászóiak között tapasztalható és jól érzékelhető. Ez egy igazi közösség, egy igazi családias hangulat vasárnap délelőtt és a mindennapokban egyaránt. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését és a segítségét. Mindenkinek kívánok további szép napot és jó egészséget. November 12-én a József Attila Emlékházba szeretettel vártak mindenkit a második Márton napi dínomdánomra 12 és 19 óra között. Volt ott mindenféle libából készült finomság, sós és édes sütemény, meleg és hideg italok, kézműves vásár. A gyerekek interaktív játszóházban szórakozhattak. Az emlékház állandó kiállítását kedvezményes jegyekkel látogathatták az érdeklődők.
tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal kezdtük el megszervezni a Mártonnapi Dínom-Dánomot, mivel ilyen fajta rendezvény nem volt még itt Balatonszárszon, úgyhogy nagy öröm, hogy ezt most 2022-ben másodszorra is meg tudjuk szervezni, amihez nagyon kedvező időjárás is társult. A rendezvényt idén se tudtuk volna megvalósítani, hogyha nem segítettek volna minket a helyi vállalkozók. Nagyon sok mindennel készültek az idén is, mint gasztronómiai szempontból nagyon finom ételek készültek, és természetesen a Mártonnaphoz fűződő ételekkel várták a vendégeket, illetve nagyon sok őstermelő is jelen van a rendezvényünkön. 14 darab standdal várjuk a kedves vendégeinket, különböző ételekkel és sportékákkal. A gyerekeknek pedig készültünk a délután folyamán népi fajátékokkal, hiszen az eddigi rendezvényeinken is nagyon közkedvelt voltak ezek a játékok, úgyhogy a picik sem unatkozhatnak. Illetve az este folyamán, majd látják a felvételeken is, közös táncolásra invitáltuk kedves vendégeinket. Földvári csibészek nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a mai nap folyamán. Köszöntöm a Szárszó TV nézőit. Örömmel fogadtam, hogy idén is megrendezik a Mártonnapi Dínom-Dánom nevezetű rendezvényt. Tavaly nagyon jó hangulatban telt. Idén jó részt karácsonyi díszeket hoztam, mivel én már szeptember vége óta készülök a karácsonyra, készítem a díszeket, ajtókopogtatókat. Viszont egy-két szárszói hűtőmágnest is készítettem az alkalomra, illetve egy-két lakásdekorációt is elhoztam. Én a mai napra süteményekkel, legfőképpen sütikkel, lekvárokkal, gyümölcssajtókkal készültem. Ez a fő profilom mára. Többféle süti van igazából, ami már hát nagyon jól elfogytak, valami már el is fogyott. Kicsit nem számítottam rá, hogy ennyire elfogy, de hál' Istennek nagyon jól elvitték, úgyhogy örülök neki. Kezdésnek nem volt rossz. Ezt szeretem volna kérdezni, hogy érzed magad, mi a véleményed a rendezvényről? Én jól érzem magam, igazából szerintem nagyon jó kezdődött, tehát legalábbis nekem. Tényleg sok vendég volt, így szerintem ebédre sokan jöttek, vásároltak is, úgyhogy én meg vagyok elégedve. Tényleg nekem pozitív mindenképpen a tapasztalatom. És a vásárlók részéről milyen tapasztalatod van, mert ugye most azért nagyon sok ismeretlen arcokat is láthatunk. Igazából ismerős még úgy, hát egy-kettő volt, a legtöbb tényleg ismeretlen számomra is, de egyébként aranyosak, kedvesek, meg értékelik a dolgokat, tehát élvezik azt, hogy többféle dologból válogathatnak, kóstolhatnak, ugye raktam ki kóstolókat, és ez nagyon tetszik nekik, tehát azt nagyon élvezik, úgyhogy még vásároltak is, mert hogy meg tudtak kóstolni, és ezért akkor azt mondja, hogy finom, és akkor vesz belőle. Úgyhogy nekem pozitív mindenképpen. Aranyosak, kedvesek egyébként. Sziasztok, Kovásné Tóth Ági vagyok, az Ági Kreatív műhelyéből, egy személyben, és nagyon sok mindent hoztam, libusokat, gombákat, hátizsákokat, szatyrokat, gyerekeknek különböző játékokat, horgol dolgokat, konyhai szettet, és már kicsit a karácsony is befigyelt apró díszek formájában. És hogy érzed magad idén, mert tavaly is itt voltál velünk? Nagyon tetszik idén is, tavaly is nagyon jó volt, mert ilyen kis családias, tehát nem az, hogy rohannak az emberek, hanem megállnak, beszélgetnek, és időt töltenek itt egy kis, akárcsak beszélgetéssel. Szeretettel köszöntök mindenkit. Puszta szemesről érkeztünk a Kiró sörfőzdétől. Ez egy kis családi vállalkozás. Jelen pillanatban 5 fajta sört készítünk. Próbáljuk elég szélesre belőni a palettát. A legújabb ízünk, amit most karácsonyi időszakra találtunk ki, kísérleteztünk ki, ez egy téli fűszeres lágersör, ami hát igazából a tél ízeit próbáltuk bent igazából megtalálni. Aztán van egy sima lágersörünk, az a sima láger az se annyira, mert mindegyik sörünk szűretlen, semmilyen adalékot, nem belevaló dolgot nem tartalmaz. Aztán van egy vörös ideg-komlós angol élsörünk, meg 2 ízesített, egy kávébabos búza és egy birskörtés láger, amiben szintén belefőzzük az ízesítőanyagot. Aztán különlegességekkel esetleg, amivel még készültünk, az egy forralt sör, ami nem mindennapi. Ez
egy hét fűszert használunk hozzá, hétfajta fűszert, narancsot, citromot, ez egy jó minőségű fekete 9-7-es sörből készül, amit nagyon sok ember kedvel. Aztán még van olyanunk, hogy sörpárlat, ami szintén nem egy mindennapi dolog, ez egy sörből készült pálinka, ami szintén nagyon sokan kedvelnek, egy nagyon sima italú, picit édeskés, ilyen csajosabb vonal, úgy szoktam mondani. És most itt a mai napi rendezvényen melyik az, amit úgy jobban érdekli az embereket, és megkóstolják? Hát tavaly is ez volt a tendencia, ugye mivel nem először vagyunk itt, a forralt sör bármennyire hihetetlen. Az emberek kíváncsiak és kóstolják, és hála Istennek jók a visszajelzések. Üveges sörök azok általában a különlegesebbek, ugye itt a vörös sörre gondolok, vagy ez a fűszeres, ízesített sörök azok, amik inkább most a térből is adódóan egy kicsit jobban, akik a kézműves söröket kedvelik, azok általában ezeket szinte minden alkalommal megkóstolják. Az idei évben a kis tehén mellett bővültetek a rétes kuckóval, hogyha mesélnél mind a kettőről egy-két dolgot, hogy mivel készültetek idén. Igen, tehát a kis tehén ugye már tavaly is kint volt ezen a libanapi vásáron, úgyhogy nem volt kérdés, hogy visszajövünk-e, mert nagyon jól éreztük magunkat, meg nagyon jó volt a vízhangja is. A rétes kuckó ugye a kis tehén szomszédságában nyílt idén nyáron, és hát azt is mindenképpen ki szerettük volna hozni a vásárra, és hát eddig nem bántuk meg a döntést. Kis tehénnel mivel készültetek? Meg kicsit másabb, mint a tavalyi évben, de mégis azért a Márton naphoz kapcsolódik a menütök. Így van, igen. Van ismét libaragú levesünk és ludaskása, ezek tavaly is voltak. Ezen kívül még liba zuza pörköltet hoztunk, illetve liba zsíros kenyeret, akit nem szeretne meleget enni, vagy sokat enni, az zsíros kenyérrel várjuk, és hát ludláb tortánk is van, az is volt tavaly is. De ugyanakkor az étterem is üzemel jelenleg is, ott pedig liba combot is tudnak a vendégek fogyasztani. És eddig mi a visszajelzés, tapasztalat? Hogy tetszik a vendégeknek? Nagyon tetszik. Itt hallottam, mert én ugye a rétes kuckónál állok, de így fülelek, és például a ludaskását, az volt, aki visszajött, és megdicsérte a szakácsunkat. Tehát megkérdezte, hogy ki készítette, és akkor bátortalanul ugyan, de jelentkezett, és nagyon gratuláltak, úgyhogy az például abszolút egy favorit szerintem. És azért emeljük ki, hogy stílusosan ide is gyönyörű standot hoztatok, mert azért ez is a része szerintem az igazi kínálatnak. Így van, erre azért nagyon figyelünk az étteremben, meg a rétes kuckóban is, hogy ne csak az legyen jó, amit adunk, hanem ahogyan adjuk is, úgyhogy mi abszolút figyelünk a külsőségekre, szóval direkt ezért vettünk virágokat, meg hoztunk az étteremből is dekorációt, illetve a rétes kuckóból is, hogy ezzel is vonzóbbá tegyük a kínálatunkat. Hát idén is a szokásossal a saját termesztésű almafajtáinkat hoztuk, és az azokból készült gyümölcsleveinkkel várjuk a kedves vásárlókat, vendégeket. És kiegészítésként idén is van dióbél és a négyfajta mézünk. És eddig hogy tetszik a rendezvény? Hát nagyon jó eddig, tavaly is nagyon színvonalas volt, és úgy látom idén is sikerül ezt a szintet hozni, és nagyon sokan vannak. Az idén is hoztuk természetesen a saját borokat, a dézsmapincés borokat. Hoztunk furmintot, narancsbort, hoztunk egy barikolt, különleges hordozott furmintot is. Ezen kívül hoztunk új bort, mert hogy azért egy Márton-napi rendezvény nem lehet új bor nélkül. A 2022-es rozénkat hoztuk el megmutatni itt a rendezvényen. Készültünk forralt borral, és készültünk egy alkoholmentes forralt borral is, ami szőlőléből készült, hogy aki nem szeretne alkoholt fogyasztani, ő is tudjon választani, és a Zoli készült kétféle Márton tekercsel. Az egyik egy káposztás, liba, zsíros, töpörtyűs tekercs, egy sós változat, az édes változat az pedig aszaltszilvás, gesztenyés, karamellizelt diós, mascarpones és narancsbor van még a töltelékében, úgyhogy egy nagyon jó kis ízborgiával készültünk.
nem csak a borok miatt érdemes hozzátok látogatni, akár itt, akár a pincészethez, hanem tényleg, hogy mindig különleges ételekkel is készültök, amit lehet, hogy nem sok néző tud. Igen, próbálkozunk. Ez gyakorlatilag nyáron indult el, amikor a év strandétele versenyre beneveztünk Zoli egy paradisú névre hallgató étel különlegességével, és azóta is Zoli töri a fejét, hogy jövőre is mivel készülünk, milyen újdonsággal, milyen ízharmóniával tudja a legjobbat kihozni, és ezek a tekercsek is most egy ilyen alkotások. És ahogy látom, azért a vendégeknek a kíváncsiságát azért, tehát fogy. Igen, 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 nagyon keresik, mi is meglepődünk rajta mindig. De hogy igen, Zoli azért az ízeknek az embere, nálunk ő az, aki nagyon-nagyon jól kóstol, és nagyon ízharmóniára törekszik. Tehát mi Szóládon lakunk 2018 óta, és akkor kezdtünk el ott kovászos kenyereket sütni bio alapanyagokból. Mi is termesztünk hozzá gabonát. Úgy indult ez a műhely, hogy a házunknál alakítottuk ki, de aztán úgy döntöttünk, hogy úgy láttuk, hogy van rá igény, úgyhogy Szóládon a falu főutcáján megvettünk egy épületet, amit most felújítunk, és jövőre szeretnénk oda költözni, és akkor kicsit ilyen pékség jellegűbben szeretnénk működni, mert jelenleg csak rendelésre sütünk, és pont annyit, amennyit rendeltek. És hogy tetszik az idei rendezvény? Ugye most vagytok itt először. Örülünk, hogy itt lehetünk. Meglepően sokan vannak. Nagyon jó hangulat van. Köszönjük, hogy színesíted a mai rendezvényünket. Milyen játékokat, eszközöket hoztál a mai napon? Ezek a játékok, amiket itt láthattok, és amivel a gyerekek játszanak, ezek többnyire saját készítésű, otthon felelhető anyagokból való játékok. Például a teknők, azok a nagyanyám teknői, vagy egyéb ilyen hulladék anyagokból készültek ezek a játékok. Az volt a szempont, hogy megmutassuk, hogy nem csak a műanyag, bolti, nagyon drága, ilyen-olyan fejlesztő játékokkal lehet játszani, hanem otthon is bármit el lehet tevezni játéknak. És hát láthatjuk is a felvételen, hogy nagyon élvezik a gyerekek. Így van, szerencsére nagyon szeretnek játszani velük, hiszen nem nehéz a játékszabály, saját szabályokat ki tudnak találni. Ha esetleg valamit nem rendeltetésszerűen használnak, akkor beszoktunk avatkozni, de ennek az a lényege, hogy szabadon játszhassanak. Nagyon sokféle különlegességgel érkeztetek, hogyha ezekről beszélnél egy pár szót. Hát annyira nem vagyok szakértője a témának, mert a párom készíti a mézeket, de annyit el tudok mondani, hogy kísérletezgetünk különböző krémmézekkel, a naturmézeken, tehát a fajmézeken kívül. Ezen kívül még méviaszból különböző figurákat, gyertyákat, karácsonyfa díszeket készítünk, és talán egy kicsit különlegesség még a mézpálca, ami igazából egy ilyen szívószál jellegű műanyag tokban lévő méz, amit ki lehet belőle rágcsálni, teába, kávéba bele lehet rakni. Hogy tetszik a látogatóknak, hogy szerintem nem sok helyen találkozhatnak ilyen különlegességekkel? Talán egyszerre ennyi mindennel nem. Tehát ugye a mézeken kívül, amiket elmondtam, azok talán valamennyire különlegességnek számítanak, de hát nekünk is ez az első év, hogy ezzel megpróbálkozunk, meglátjuk, hogy fog bejönni. Idén is nagyon-nagyon sokféle különlegességgel készültetek. Annyiban most egy kicsit más, hogy a legkülönlegesebb dolgokból bontottunk kóstolót, úgyhogy ha valaki errefele jön, akkor a isteni házi kovászos kenyérrel megkóstolhatja a szendvicskrémeket és a gyümölcslekvárokat is.
valamint készültünk csomagokkal is, és hát bízunk benne, hogy minél többen jönnek hozzánk és kóstolgatnak finomakat. Ugye mi egy kis fegyszermentes gazdaságot üzemeltetünk Szóládon, és igyekszünk mindent palackba zárni. Az volt az eredeti koncepciónk, hogy magtól a késztermékig mindent mi tudjunk csinálni. Idén is nagyon sok mindent sikerült üvegbe zárni, és közben gyakorlatilag a növényeink védik a növényeket, és házi manufaktúrában jó kis rézüstös megoldással csináljuk a gyümölcslekvárakat és a szendvicskrémeket is. Idén is van sok fűszernövényszörpünk, sikerült végre gyümölcsszörpökből is bespájzolnunk, úgyhogy érdemes kóstolni. És szerinted hogy tetszik a látogatóknak? Én úgy vettem észre, hogy nagyon vevők a dologra, rengetegen álltak megkóstolni, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Meg hát szerencsére jó sokan vannak, úgyhogy eljut sokakhoz most ez a mai vásári üzenet. Nagyon sokféle különlegességet látunk itt az asztalon, hogyha mesélnétek róla, hogy mik ezek és miből készültek. Hát ez ilyen alma, ami ugye karamellában van belemártva, a karamell ugye meg van festve, azért fekete. Ez ilyen kicsi tortaszerűség, ami ugye pálcikán van. Van a sajtortánk, ami nagyon finom, van a Snickersünk, és akkor van olyan sajtortánk, ami csokival van, és baracka. Van nagyon finom sütink, ami baracka van, van karamellánk, és van a dió, ami karamellába van beremáltva. Hogy látjátok, mennyire tetszik a vevőknek, hogy ilyen különlegességek vannak? Már nagyon sokan vettek. Szerintem mindenkinek nagyon érzik. Az idén először veszünk részt, köszönjük szépen a meghívást. Nagyon jól érezzük magunkat, csak egy kicsit több vendéget szeretnénk. Már nem olyan sokan vannak, szerintem. Még csak most kezdődik a délután. Jó, akkor várunk, nagy szeretettel várunk mindenkit, és mindenkit nagyon szeretünk. Úgyhogy, na, szeretlek, Szárszó. Mama and daddy put the roots right here. This is where the car broke down. Down the dog school bus, kicking up red bus, picking us up by Bob Rockins. MTV on the RCA, no AC in the vents. We were Jesus, Sammy, Blue Jean baby, born in the USA. Trailer park trucks, got faded little map dots, New York to LA. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down on the American King. Growing up in living big houses, making out on living big couches, blowing that smoke on Saturday night, getting messed up, but we're all alright. We were Jesus, Sammy, Lincoln, baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, paint a little map, that's New York to LA. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down, down from American Kids. Growing up in living big houses, making out on living room couches. Blowing that smoke on Saturday night, we'll do this stuff, but we're all out. The sun's coming up over Guadalupe, but I'm on my hands, no bills to pay. The world's looking good right now from where I'm standing. Got a beer and a burger to go to a place where we both know. And the music's right for dancing. It's a beautiful day. Just spending time with all the ones you love.
spending time with all the ones you love. Kedves nézőink, mai adásunk véget ért. Legközelebb 2022. november 28-án hétfőn 19 órakor jelentkezünk. A kistérségi televízió Szárszói stúdiójának stábja nevében megköszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!